A tavaszi fordulóban még nem sikerült pontot szereznie a hazai mérkőzései Gyulán játszó Szeged 2011 Grosics Akadémiának, mely hazai pályán fogadta a kisvárdai együttest. A hazai együttes volt a dominánsabb a mérkőzés elején. Zavari keresztpassza a 11. percben Obot fejét találta meg, aki a kapu mellé bólintott. A 21. minutumban Szabó szabadrugását Ribánszki öklözte ki. Kis idő elteltével a másik oldalon pedig erős szabadrugása Costa fejéről szállt Szántai kezébe. A 24. percben Királyi ívelésen megakadt egy kisvárdai védőn. Zavari lövése megpattant, majd Tóth Gábor vette be Ribánszki kapuját. A 40. percben a kezdőkörben a Kisvárda szerezte meg a labdát. Cseri a szabadon hagyott erősnek passzolt, aki Szántai mellett a kapu bal alsó sarkába helyezte a játékszert. A 48. percben egy kisvárdai szabadrugásból kontrázott a Szeged Grosics. Szabó szerezte meg a legurított labdát, majd az egész pályán végigvezetve egyedül tört a kapu felé. Ribánszki mellett viszont már nem tudta a hálóba helyezni a labdát. Az 57. percben Zabari szabadrugása Germán fejét találta meg, de Ribánszki résen volt. 3 perccel később Hegedűs passzolt a középen üresen induló Szabónak, kinek lövése viszont sikertelen volt. A 65. percben Cseri szabadrugását Szántai könnyen fogta. A 85. percben Rajci, Délceg, ezt látja után Lukasz elé került a labda, aki maga biztosan lőtt a szegedi kapuba. A szegediek a hajrában mindent megpróbáltak, hogy gólt szerezzenek, de a Kisvárda védelme résen volt. A mérkőzés utolsó perceiben Rajci szabadrugását kellett még hárítani a Szántainak. Az eredmény a hármas sípszói már nem változott. Szeged 2011 Grosics Akadémia, Kisvárda 1-2. Azt nem gondolom, hogy nem nekünk állt az ászló, nekünk is állhatott volna. Hát az törvényszerű a futballban, hogy ennyi kihagyott helyzetet, meg egyéni hiba, sajnos megbosszulta magát. Sós Imre, a Kisvárda vezetőedzője küzdelmes mérkőzésnek nevezte a találkozót. Reméljük, hogy ez a győzelem, ez az idegenbeli győzelem, ez lendületet fog tudni adni a csapatnak, hiszen azért azt tudni kell, hogy ugye most még 7 idegenbeli mérkőzés vár ránk. A Szeged 2011 Grosics Akadémia szombaton a sereghajtó Soroksár vendégeként próbálja megszerezni a 3 pontot.